Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100 000 forintot, akkor nincsen más teendőd, nincsen feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Robert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100 000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét! Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videómban pedig elhoztam nektek egy újabb horrorjátékot, amely egy elátkozott babáról fog szólni. Jaj, de szuper! Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor komolyabbnál komolyabb gémeket pörgetünk itt? Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében. Az a játékunknak a neve egyébként, hogy Mártának a babája, és ez csupán egy demo, szóval hogyha kijön a teljes játék, akár azzal is játszhatunk. Várjatok már, hogy nem csupán egyetlen egy baba lesz, hanem több is. Jaj, többes számban van. És Mártának a babái a játékunk címe. Hát észre sem vettem. Végre meg is érkeztünk a házba. Kik vagyunk mi? Semmit sem tudok a játékról egyébként. Na de most felvettünk egy kamerát. Aha, és ezt hogy tudom elővenni? Felvettünk hozzá aksit is. Nem tetszik nekem ez a ház. Ja, hogy itt van a baba? Vagyis pontosabban az egyik baba? Mi történt? A babánk még mindig ott van a kanapén. Tudja, hogy ő csinálta ezt. Hát ki más csinálhatná? Konkrétan szinte még egy percesen vagyunk a játékban, és már most ilyen jumpscare-ek történnek. Hát nem csodálom, hogy a karakterünk ennyire meg van ijedve, ugyanis én is meg vagyok. Most kérdezi a karakterünk, hogy a baba vajon jobbra néze el. Hát nekem is úgy tűnt, minthogyha megmozdult volna a feje. Aha, az eng segítségével ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Itt van a fürdőszobánk. És le tudjuk kapcsolni a villanyt. Jaj, de szuper! Hát szerintem ezt hagyjuk égve. De tudjátok, mindig pozitívan kell állni a dolgokhoz. A fürdőkádban legalább nem találtunk holttestet. Hát ez a lényeg itt. Annyira aggasztó egyébként, hogy nincsen elemlámpánk. És hiába vettem fel a kameránkat, nem tudok vele semmit sem csinálni. Aha, hogy így tudom használni. Na várjatok csak, hát megoldjuk mi ezt. Jaj, de nem jó ez. És hogy tudjuk eltenni? Ja, hogy a kameránknak van ilyen nagyon durva éjszakai módja, és ennek hatására legalább már látunk valamit. Van itt nekünk még egy aksink. Hát vészesen merül a kameránk. Ja, várjatok már, hogy ez esett le a mennyezetről. És az volt az a brutálisan durva jumpscare. Mintha nem lenne meg az egyik szem a babának. De jobban megnézve megvan. Miért zoomolok telibe az elátkozott baba fejére? Ez rettentő rossz ötlet volt, szóval bízzunk abban. Hogy lesz elegendő aksink, és kellően fel fogjuk tudni fedezni a játékunkat. Bár mivel ez csupán egy demo, így arra következtetek, hogy rettentően rövid lesz. Azt mondja a karakterünk, hogy valaki, minthogyha élne ebben a házban, full olyan érzete van. Hát nekünk ez az ajtó be van zárva. Szerintem errefele lehet a pince, hát egy az egyben. A lépcsőnk alatt van ez. Na de ki is kapcsolom a Night Vision módunkat. Bár itt azért kapcsoljuk vissza, ugyanis több mindent látunk, ezzel valljuk be, és jöjjünk is fel az emeletre. Mégis mi baj lehetne, Végül is ez csupán egy horrorjáték. Ó, hogy ide se tudunk bejönni, mivel kulcsra van szükségünk. Aha, de ide már szerencsére be tudunk jönni. Egy gyerekszobába nyitottunk be, és konkrétan libabőrös a lábam, az megvan? Azt mondta a karakterünk, hogy úgy emlékszik, hogy a háztulajának nincsen gyereke, de hát itt mégis egy gyerekszoba van, mégis hogy került akkor ez ide? Fú, már rendes azt hittem, hogy itt áll valaki, sajnálatos módon lemerült az első aksink, de mi... Ó! Hát ezért kezdtem el használni az újabb aksinkat. Hát van itt nekünk még lámpánk is. Na vajon ebben a szobában találunk kulcsot? Milyen kis mászóka van itt a szobán kellős közepén. De mi van akkor amúgy, hogyha a baba rendezte be ezt magának? Na mi van itt a földön? Aha, egy kulcs. De ezt a kulcsot miért nem tudom felvenni, kedves játék? Ahó! De fú! Jó, le kellett googolnom, és akkor ennek hatására felbírtam venni. És most már nálunk is van. Na de itt az emeleten a másik szobánk volt zárva. Szóval nézzük is meg, hogy ennek segítségével ki tudjuk-e nyitni. Aha, ez nem ennek a szobának a kulcsa, hanem itt a lépcső alatti szobának. Hát ott van a baba. Hagyjál békén! Ember! Miért van ilyen paranevetése? És mi menjünk is le. Mint hogyha mi sem történt volna, hát nyilván. De vajon akkor az ő volt? Vagy pedig a másik baba, amely itt van? Na várjatok. Hát de ezt sem tudom kinyitni. Akkor van nekünk még egy másik ajtónk is. Ja! Hogy ezt az ajtót fogom tudni kinyitni a kulcsa. Aha. És majd ide fog minket becsapdázni. De nézzük a jó oldalát, legalább nem pontban, hajnali 3 van. Na ez a cucc, nekünk még egy aksi, illetve találtunk egy ilyen dobozkát, amely szintén be van nekünk zárva. Szóval most ezt kéne valahogy kinyitnunk. De ehhez pedig kéne nekünk szintén egy kulcs. Fú! Hát kulcskeresések lesznek ám itt bőven. Túlságosan egyértelmű lenne, hogyha ezen a helyen lenne a kulcs. Szóval ne is itt nézelődjünk. Hát ahogy nézem, errefele nincsen számunkra semmilyen használható dolog. Ráadásul még a babánál sincsen. Kéne valami tűt találnunk kb, amely segítségével kibírjuk nyitni azt a zárat. Ó, hogy innen jön a zene? Errefele miért hangosabb? Vagy lehetséges, hogy az emeletről jön? Amely jelenleg telibe felettünk van. Mi ez a cuccot? Jó lenne amúgy találni még jó pár aksit, ugyanis vészesen merül folyamatosan a kamera le. Aha, itt sem bírok semmit sem felvenni. Kedves játék, léci segíts, hogy mégis merre van a kulcs, vagy tű, vagy feszítőszerszám, vagy bármi, amely segítségével azt a dobozt kibírjuk nyitni. Ugyanis tényleg rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mi lehet benne. És majd tuti, hogy hamarosan a fenti ajtót is ki fogjuk tudni nyitni. Ó, hogy innen jön a... Tesó! Fú, te! Mit ijesztegetsz? Nem valók nekem ezek a játék. Aha! Na várjatok csak, hát megtaláltam az ilyen feltörő készletet. De nyugi, ez csak egy gyerekjáték. Nincs itt baj. Hát persze, hogy nincsen, és tudjátok, ahogy kijövünk, bám, itt lesz még egy jumpscare, de nem, szerencsére nincsen. Menjünk is akkor vissza ehhez az ajtóhoz, ugyanis ezt már sikeresen kinyitottuk. Most pedig nyissuk ki ezt. Aha. De hogyan tudom ezt kinyitni? Most nekem kéne valahogy mozgatnom. Aha, valamit most nagyon is csináltam. Hát megoldunk itt mi mindent, srácok. Tudjátok, hogy így megy ez. Aha. Na, kérlek szépen fordítsuk szépen meg. Ott van rajta egy kulcs. Jól van, szerintem ez lesz. A fenti szobánknak a kulcsa. Frankie, az én kedvenc babám, ő ennek a háznak a védője. Én még akkor készítettem őt, amikor fiatal voltam. Ő egy nagyon vicces baba, aki szeret játszani, főleg a bujócskázást szereti, de amikor ő mérges, akkor egy szörnyeteg. És ezt a levelet Márta írta, akkor ezek szerint Márta egy baba készítő, és azért van ennyi par a baba házában. Miért? Hát olyan brutálisan durva jumpscare-ek vannak itt, srácok. És most pedig ismét ott van a kanapén a kis babánk, minthogyha mi sem történt volna. Ja, nem történt semmi, csak 5-ször szívrohamot kaptam. Hát persze, hogy nem történt semmi. Meg is van akkor ennek a szobánknak a kulcsa. Szóval nézzük is meg, hogy itt mégis mi van? Miért van itt ilyen rengeteg sok baba? És miért vannak kések állítva ezekbe a babákba? Ezek valami voodoo baba flashek lehetnek? És valakiket Márta megkínzott? És a babák szimbolizálták ezeket a személyeket? Vagy mizu? Na de nekünk szükségünk van amúgy még egy kulcsra. Ugyanis még a lenti... Fúj, de meg egy számkombináció kell nekünk. Szóval a lenti ajtót ugye még nem nyitottuk ki. Csak én léptem rá egy levélre, és az volt ez a hang, ugye? Én szeretném azt hinni. Természetesen nincsen tükörképünk, miért is lenne. Aha. Hogyha ti kódok lennétek, hol rejtőznétek, mondjuk? Ja, várjatok már. A kések mutatják nekünk a kódot, ugyanis 4 babánk van, a kódunk pedig 4 számjegyű, és most vajon... ez az a baba, aki lent van? Vagy pedig egy teljesen másik? Hát figyeljetek, én elveszem tőle ezt a kis papírkát, utána nem fog megijeszteni? Nem fog, jó? Na, akkor 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Jegyezzük meg. 1, 3, 1, 4. Hát így kell ezt csinálni. Meg is van. És sikeresen ki is nyitottuk a kis ládánkat. Itt is van az újabb kulcsunk. Tuti, hogy majd most fog jönni valami jumpscare megint, ugye? Libabőrös vagyok. Most nem ez a baba beszélt, hanem a lenti, ugye? Hát én elkezdek hátrálni a monitoromtól. Ugyanis hát, hogyha... úgy kevésbé fogok megijedni. Ott van még a babánk a kanapén. Na de mi kinyitjuk a pincét. Na várjatok. Nem tudok behelyezni egy aksit. Hey, Frankie. Hogy nehogy az legyen, hogy pont a leges-legdurvább pillanatban fog lemerülni. A kameránk! Ő itt, Frankie! A vicces baba, aki szeret bujócskázni, de amikor mérges, akkor egy szörnyeteg. Hát most nagyon is egy szörnyeteg volt, ugyanis végzett velünk, és széjjel késelt minket. Itt is van a demónknak a vége. Én köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy bejött nektek ez a végigjátszás. Én rettentően éltem, hát olyan jumpscare-ek voltak itt, amelyeket már régen tapasztaltam, nagyon megijesztettek engem. Hamarosan majd biztos, hogy meg fog jelenni a teljes játék is, hogyha tetszett nektek ez az egész, és szeretnétek, hogy majd azzal is játszunk, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!